Sziasztok, Rubi vagyok a Két Világ Közből, örülünk, hogy újra itt vagytok velünk. A mai videóban szeretném folytatni a kejkipasztás update videókat. Ebből idáig kettő készült. Az elsőben láthattátok azt, hogy hogyan kentem végül is fel a kejkipasztát egy tőrothadásos orchideámra és egy normál orchideára. Készült egy update ezután kb. Egy hónapra rá, amikor megmutattam, hogy elkezdtek növekedni ezek, és akkor láthattátok, hogy mekkorák, és most végül is 5 vagy 6 hónap telt. Tehát szerintem ez most már fél éve volt, és szerettem volna megmutatni, hogy mi is történt valójában, mert hogyha nem láttátok ezt a videót, akkor ezeket a videókat, bocsánat, akkor mindenféleképp nézzétek meg, be fogom tenni nektek ide a leírásba, hogy azóta mi történt. Hát az egészet én azért kezdtem igazából, hogy ezt a tőrothadásos orchideát, amit itt láthattok mellettem, megmenthessem, és ezért vásároltam kejkipasztát, és ezért szerettem volna megmutatni, hogy ez a módszer esetleg hogy működhet. Akkor egyébként több alvórügyre is kentem kejkipasztát, amiben citokinin nevű növekedés serkentő hormon található. Persze ez egy növényi hormon, szóval növényekre használható. Sajnos, ahogy itt láthatjátok ezeken a közelebbi videókon is, akárhány ilyen kis alvórügyre próbáltam kenni, volt, ahol beindult a növekedés, de nagyon-nagyon lassan haladt, és igazából ennek én úgy gondolom, hogy az lehet a fő oka, hogy ezek a virágszárak nem friss virágszárak voltak, hanem már minimum 2 évesek. És nem vágtam le ezeket, mert hát úgy gondoltam, hogy még hát, ha lesz valami, és hát sajnos ezek a virágszárak szerintem már idősek voltak ahhoz, hogy kineveljenek kejkit, mondjuk én még bíztam benne. Viszont most így fél évvel később, a kejkipasztázás után végül is meglepetés ért, mert meg kell, hogy mutassam nektek, hogy itt az orchidea tövénél alul elkezdett nőni, szerintem valószínű, hogy kejki, mert nem úgy néz ki, mint hogy hagyokér lenne, és hogy virágszár lehessen, ahhoz nem itt kéne, hogy nőjön, tehát hogy nem ezen a tengelyen jön, hanem egy kicsit odébb, és láthatjátok, hogy egy kicsit hegyes is, szóval én úgy gondolom, hogy mivel már a szárakon nem tudott kejkit növelni, ezért a következő lehetséges hely az itt ezen a törzsön végül is található. Úgyhogy nagyon reménykedem, hogy egyébként ez idáig a legerősebb és a legnagyobb mind közül, szóval nagyon szépen néz ki, nagyon szép zöld és egészséges, és nagyon meglepő, hogy egy tőrothadásos orchidea úgymond a tövéről hozzon kis kejkit, vagy oldalhajtást, úgyhogy nagyon örülök neki. Egyébként láthatjátok, hogy ez az orchidea ugyan már kicsit idősebb, nagyon egészséges a gyökerek szempontjából, szóval nagyon sok zöld gyökere van, és úgy vettem észre, hogy amióta kejkipasztáztam, azóta még jobban is növekedett, leginkább ugye itt az alsó irányban, mert nagyon-nagyon sok zöld gyökere van. És egyébként, mivel hogy ugye a citokinin egy növekedés serkentő hormon, ezért azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az ő esetében lehet, hogy inkább a gyökérzet kezdett el gyorsabban növekedni, és amint eléggé erőssé vált, utána döntött úgy, hogy akkor hoz egy kejkit is. De nem a virágszáron, ahogyan én számítottam volna rá, hanem a tőről. Szóval így röviden hát ennek a tanulsága végül is az, hogy nagyon sokszor történhetnek meglepetések, még tőrothadásos lepkeorchideáknál is. Szóval, hogyha esetleg nektek is van tőrothadásos lepkeorchideátok, akkor nem adjatok róluk le olyan hamar, mint ahogyan nagyon sokan esetleg lemondanának róluk. Próbáljátok meg megmenteni őket, és sose tudhatjátok, tényleg lehet, hogy sikerül is. Úgyhogy ezt mindenféleképpen meg szerettem volna nektek mutatni, és tovább haladva, mivel nem nyugodtam bele abba, hogy nem sikerült a száron alvórügyből kejkit varázsolnom a kejkipaszta segítségével,
Ezért a mai videóban itt van egy újabb lepke orchidea mellettem. Ennél biztos vagyok abban, hogy a virág száraz, friss és nem régi már, tehát az alvórügyei is frissek kell, hogy legyenek. Ellentétben az előző tőrothadásos lepke orchideával, ahol szerintem emiatt nem nőtt rendesen a keiki a hát ezekből az alvórügyekből. Úgyhogy amit most itt láthattok, az ez a kis fehér mini Phalaenopsis lepke orchidea. Ez pont most virágzik le, tehát úgy gondolom, hogy talán ez a megfelelő időszak arra, hogy újra keiki pasztával próbálkozzak, hiszen amiután levirágoznak a lepke orchideák, általában azután szoktak növekedési fázisba lépni, és én most szeretném, hogy növekedési fázisban egy kis keiki pasztával egy friss alvórügyből megpróbálhassam a keiki növesztést. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ez lesz az a virágszár, ahol itt láthattok egy friss alvórügyet. Ezt fogom most majd ugyanazzal a módszerrel, ugyanazzal a keiki pasztával bekenni, mint amit ennél is alkalmaztam a tőrothatásos orchideánál, és meglátjuk, hogy hogy sikerült. Itt van tehát az új virágszárom, ezen jelenleg kettő alvórügy van. Úgy vágtam le, hogy végül is ez a kettő maradjon, és természetesen fahéjaztam a frissebbet. És a másik virágszárral most nem foglalkozom, mert elkezdett az is így visszaszáradni, tehát reménykedem, hogy nem fog történni ott semmi. Ugyanúgy, mint ahogyan az előző videóban, el fogom távolítani egy csipesszel ezt a kis zöld részt, ami végül is az alvórügyet betakarja. Sikerült leszedni teljesen ezt a kis védőburkot, és itt láthatok egy nagyon-nagyon pici halvány zöld foltot. Ez itt az alvórügyünk, ami még nem kezdett el fejlődni, tehát még befolyásolhatjuk, hogy mi legyen belőle. Úgyhogy reménykedjünk, hogy keikit növesztünk most, nem pedig egy újabb virágszárat. És itt van egy kicsit felolvasztott keiki pasztám. És egy fülpiszkáló segítségével fogok belőle egy kicsit erre a részre felvinni. És akkor várunk a csodára, és reménykedünk, hogy most tényleg keikit fogunk növeszteni. Egyébként gondolkoztam azon, hogy ne csak ezt, hanem a felette levő alvórügyet is bekenjem-e, hogy több esély legyen arra, hogy legalább a kettőből legalább az egyik keiki legyen, de most meg akartuk próbálni azt, hogy most csak egyetlen egy alvórügyet kenünk be, és hogy, tehát, hogy ne legyen megosztva, hogy hova kerül az energia, hanem most menjen csak egyre, de akkor hát, ha tényleg sikerül. Ez volt már a legfrissebb orchidea videó, amiben újra keiki pasztáztunk, remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha van bármi kérdésetek, akkor nyugodtan írjátok meg a kommentek között. Hogyha van valami olyan tapasztalatotok, amit szeretnétek megosztani ezzel kapcsolatban, akkor szintén írjatok a kommentek közé, és ha még nem iratkoztatok volna fel, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. További szép orchideás videókért, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!